Nyírbátor az Elte Beac és a Rubeola után ezúttal a fehérmezes Deacot próbálta meglegyőzni otthon az MFA. A fővárosiak ráadásul a 11. percben meg is szerezték a vezetést Tarpai Dániel találatával. Mi nekünk az volt a problémánk, hogy a kupameccset nem tudtuk lejátszani, nem állt ki az ellenfelünk, ezért ebben az évben ez volt az első mérkőzésünk, tehát gyakorlatilag az elmúlt egy hónapban nem játszottunk mérkőzést, sajnos edzőmeccset se tudtunk, úgyhogy ennek a számlájára is írható ez a végtelen gyenge játék, amit az első félidőben nyújtottunk. Szatmári Ákos góljával végül döntetlennel fordultak a csapatok, a 20 éves játékos mindhárom találatát egy újonccal szemben érte el a szezonban. Megbeszéltük a taktikai hiányosságainkat, amiket a második félidőben kért mester, azokat teljesítettük. És igazából megbeszéltük azt, hogy ugyanez a 100%-os koncentráció az legyen meg. Már a 21. percben fordította a Deac, annak a Tóth Attilának köszönhetően, aki szintén a feljutók ellen volt eredményes idáig a bajnokságban. Igazából egy elcserezett labda volt, és megkontráztak. Tehát én nem mondanám, hogy bennmaradtunk az öltözőbe. Amikor gólt kaptuk, akkor egy kicsit megzavarodtunk. Ott kellett egy jó 5-6 perc, míg felálltunk. Mi azért régebb óta vagyunk az NB1-be, de az MFA sokkal jobb erőt képvisel, mint a szezon elején. Ugye akkor még újonc csapat volt, most már azért úgy érzem, hogy megszokták a légkört, és egy nagyon nehéz mérkőzés volt. A 35. percben viszont a Cív és Városiak házi gólkirálya Tiago 1-3-ra alakította az állást. Mikor kijöttünk 5-4-ezni, az nagyon nem jött jókor. Én úgy gondolom, hogy ha ott 2-1 marad az állás, akkor meg lehetett volna az X. Csak a szépítés jött össze Boznánszki Gábornak a 37. percben, így a 3-2-re nyerő Deac oda-vissza legyőzte az MFA-t. Szerintem azon múlott, hogy a Debrecennek jobb volt a helyzet kihasználása, nekünk nem mentek be, nekik bementek, két kapufás gólt is rúgtak. Ez volt, sajnálom, mert egy döntetlen minimum benne lett volna ebben a mérkőzésben.